Hölgyeim és uraim, a műsor tervezett sorrendje szerint most Szécsi Pál következne. A műsor elején még itt volt, de aztán kiment a stúdióból, és szokása szerint időre nem jött vissza. Na most hát emiatt a műsor nem szenvedhet fennakadást, úgyhogy a rendezővel közösen úgy döntöttünk, hogy akkor most én fogok önöknek énekelni. Imre, kérlek, légy szíves, adj egy hangot. Miben énekelsz, Ferike? Hogy miben, ebben a kis kölcsönzői smokingokban. Milyen hangnemben? Jaj, nekem teljesen mindegy, ami van a háznál, miattam ne verjétek magatokat költségekbe. Álljatok le, gyerekek! Ferikém, ha intek, neked be kell lépned. Hát azok az idők elmúltak, hogy én egy intésre csak úgy belépek. Úgyhogy próbáltok muzsikával meggyőzni. Kismadár, ó kismadár! Mit csinálsz te? Ha nem vetted volna észre művészetet, már éppen elandalítottam a közönséget, erre te visszajössz. Te azt jelent, hogy csak úgy gondolsz egyet is, hogy elkezdhetsz énekelni? Miért te nem így kezdted? Hát kérlek, de legalább pár percet szálljál rá, jó? Én megtanítalak, ne? Mondjad, legalább addig is gyakorolsz. Szóval a következő, a leglényegesebb dolog, hogy elnyerd a közönség rokon szemvét. Értem, most fizesek mindenkinek egy fél konyakot? Hát mondjál valami kedveset, aminek örülnek. Olyat, aminek örülnek. Na, olyat tudok. Hölgyeim és uraim, Szécsi Pál azonnal kimegy. Hát kinézel először is magadnak egy csinos hölgyet. Most te tanítasz engem, kinéztem én már kettőt is. Ha megvan, akkor így ránézel barátságosan vagy szerelmesen. Hát én ránéznék, csak nem merek, mert ilyen szélesvállú fiúkkal vannak. Na, és akkor utána így lépsz egyet, és el is kezdheted. Na, várjál, csak nem akarsz most énekelni. De. Hát ez nem lehet, ne okozunk csalódást a közönségnek, én azt ígértem, hogy én fogok énekelni. De hát én is énekelni akarok. Na, hát akkor várjál, akkor ezt megint most meg kell szavaztatni. Hát hölgyeim és uraim, akkor csináljunk egy ilyen kis rögtönzött szavazást. Aki Szécsi Pál hangjára kíváncsi, kérem, maradjon nyugodtan a helyén ülve. Na most, aki azt szeretné, hogy én énekeljek, az kérem, kövessen ki a stúdióból. Csókolom ezt, nagymami!